Mi pedig más témával megyünk tovább. Kiegyensúlyozott évadot ígér a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház új vezetése, Kirják Róbert, az új igazgató. Azt mondta, anyagilag stabil a teátrum. Sedjánszki Nóra művészeti tanácsadóval pedig már az új évadot tervezik. Szerepeket osztanak, és az új évad darabjait tervezik a színház új vezetői. Sedjánszki Nóra, a művészeti tanácsadó, a társulat hívására érkezett. Jól ismeri a teátrumot, hiszen dramaturgként dolgozott itt a Móri Zsigmond Színházban. A művészeti tanácsadó elmondta, a zenés műveket és gyermekdarabokat is láthat a közönség a következő színházi szezonban. A társulat munkája zökkenőmentes. Mint ismert, a korábbi igazgatót, Slanger Andrást évad közben indoklás nélkül rendes felmondással mentették fel február 9-én. Az igazgatói posztot a cégvezető Kirják Róbert vette át. Azt mondta, a színház kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetben van, és a szakmai munka is már a színháztól megszokott szakmai színvonalon halad tovább. Az elmúlt héten szombaton mutatták be a Bál a Savoyban című Alfred Grünwald darabot, az előadást Novák Eszter rendezte. A darabot csak úgy, mint 20 évvel ezelőtt, most is nagy sikerrel játssza a társulat. És vannak még új darabok ebben az évadban. A stúdióban köszöntöm Sedjánszki Nórát és Kirják Róbertet, jó estét kívánok! Van még két új darab, amit meg kellett oldani, hogy zökkenőmentesen színpadra állítsák, és új rendezőket is kaptak ezek a darabok, melyek ezek? Jó estét kívánok! Igen, tulajdonképpen egy új rendezőt kapott most a színház. Eredetileg Hargita Iván rendezte volna az Idős utazás című kamara előadást, és őt bíztuk meg, hogy a Tudós nőket rendezze meg nagy színpadon. Tehát ő átkerült kamarából nagy színpadra, és a kamara előadásra Szőcs Artúr, Miskolci Nemzeti Színház egy rendezőjét hívtuk meg, hogy vigye színpadra a darabot. Csak a rendezők személyén kellett így módon változtatni, a szereposztás is minden maradt a régi? Nagy részt a szereposztás maradt, kicsi módosításokkal. Ebben a két új darabban már közreműködik az új művészeti tanácsadó is? Igazából még nem, mert nagyjából a darabok megvoltak, abban már konzultáltunk, ez volt az egyik első beszélgetésünk témája, hogy ez a rendezői váltás. Elnézést kérek, hogy ez hogy alakuljon ki, úgyhogy ennyiben, de például a szereposztások, meg maga a darabok elrendezése az nagyjából a régi menetrend szerint megy, úgyhogy ez még annyira nem volt az én hatásköröm. Hogy történik évad közben a színház vezetésének az átvétele, milyen feladatok hárultak mindkettőjükre tulajdonképpen? Tehát gyakorlatilag az operatív munkát vittem eddig cégvezetőként, abban nincs változás, ezt ugyanúgy viszem tovább. A leginkább ami változás a következő évad műsorának a megtervezése. Ugye folyamatában most nincs nagy eltérés, tehát ugyanúgy a két bemutató, ami még hátra van, azt kell megcsináljuk. A legnagyobb munka most az, hogy kialakítsuk a következő évad műsorát, illetve az ehhez kapcsolódó szereposztásokat. Tehát ez, ami a következő egy hónapnak a legnagyobb feladata. Ugye természetesen a színház, ahogyan ebben a kis bevezetőben is szerepelt, nem volt idegen a művészeti tanácsadó számára, korábban dolgozott itt szerződött tagként is, illetve egyébként pedig vissza-vissza jár Nyíregyházára és a Móri Zsigmond Színházba. Milyen társulatot vesz most át, mit lát, mi az elsődleges feladata a művészeti tanácsadónak? Hát nagyjából azt a társulatot egyébként, amit én ismerek, egy-két olyan ember van, akikkel én az elmúlt években már nem dolgoztam, és akkor róluk kevesebbet tudok, tehát a társulati ismertség megvan, Robit is ismerem, mert gyakorlatilag nagyjából egy idő óta vagyunk itt, mert is 2003 őszén dolgoztam itt először vendégként, aztán 2004-től 7 éven át tagként, de valóban majdnem minden évben legalább egy ilyen vendégmunkám volt azóta is. Hát igazából most tényleg ez a legfontosabb feladat, hogy a létező társulatra, tehát akik most a csapatban vannak, egy összehangolt évadtervet készítsünk mi, akik együtt dolgozunk, és valóban minden igénynek megfelelően és elég széles skálán belül viszonylag rövid időintervallum használatával kell akkor most gyakorlatilag, hát nagyjából egy új évadot terveznünk, mert a korábban meglévő terveket azt azért jó részt felülírjuk most, illetve hát másképp alakulnak kicsit a dolgok. Megkérdezték Öntől az elmúlt napokban újságírók is, hogy egy picit dramaturgként és művészeti tanácsadóként is kell közvetíteni a színház vezetés és a társulat a színészek között. Most olyan, mintha egy picit önre támaszkodnának.
Hát valamennyire ez mindig is így volt, mert ez dramaturgi szerepkör. Tehát, hogy klasszikus dramaturgként az ember általában a rendező és a színészek között egy ilyen mediátori szerepben van. És nyilván ebben a helyzetben is persze, főleg, hogy engem valóban a színészek hívtak be ebbe a munkába, tehát nyilván sokan megkeresnek, elmondják a kéréseiket, hogy ők hogy látják, mit szeretnének. És akkor az ember ezt próbálja egyrészt közvetíteni, másrészt összehangolni, mert hát valóban vannak olyan fiatal vagy új kollégák, akikről én is még fontos, hogy tájékozódjam. Tehát meg is kaptam Robiék segítségével nagy részt az eddigi előadásokat DVD-n, mert nem igen volt alkalmam, idén meg nem voltam Nyíregyházán, ez volt az első, mert nagyon másfelé dolgoztam. Tehát, hogy lássam, hogy akkor most milyen produkciók születtek, kik és milyen színészi állapotban vannak az előadásra, a előadásokban hol és miben van esetleg hiány, mit kell megoldani, tehát, hogy most próbálok egy ilyen gyors talpaló tanfolyam szintjén feljönni a társadalmi jelenlegi állapotából, és akkor ezeket összehangolva kialakítani ezt a bizonyos új évadot. Milyen lesz egyébként a színháznak az új vezetése? Ezt meg hogy kérdezzem, direktorként teljesen más feladatokat is kapott előzőleg, azért főként a színház gazdasági, pénzügyi részét vezette, és most azért a szakmai munka egy része is áttevődik önre. Milyen színházat szeretne? Igen, tehát korábban cégvezetőként nem csak gazdasági, de nekem a műszaki dolgokra, a munkaügyi dolgokra, jogi dolgokra, tehát a színház teljes működésére kellett odafigyeljek. Ugye ez most kiegészül művészeti dolgokkal, ez leginkább az évad tervének összeállítása, illetve szereposztások meghatározása, de természetesen nagyon sok apró egyéb művészi dolog átgondolása is a feladatom. Egyébként a következő évadra nagyjából szeretném megtartani a struktúráját az előadásoknak, tehát felnőtt bérletben 5 nagyszínpadi előadás, kamarabérletben 4 nagyszínpadi, vagy 4 előadás, tehát ebben nem lesz lényeges változás. Mindenképpen szeretnék vígjátékot, zenés előadást, de lesz komoly dráma is, tehát minden igényt szeretnék kielégíteni, de abból nem fogok engedni, hogy csak színvonalas előadások kerülhetnek színpadra. Az előző évben koncepció volt az, hogy kevesebb darabot játszanak, de jobb minőségben. Ezt a fonalat tovább viszik-e? Ebből a szempontból kevesebbet játszunk. Művésztúdió gyerek előadásainál egyel csökkent ugye a tavalyi évben a bemutatók száma, de lényegében nem lesz kevesebb előadás. Annyi lesz a különbség, hogy a kamaraszínpadon, ahogy a mostani évadban is egy meghívott előadás lesz, illetve a művésztúdióban is egy meghívott előadás lesz. Tehát ez a színészek terheit csökkenti igazából, nekik kell 2 próba folyamattal kevesebbet végigcsinálni, de a nézők ugyanannyi előadást fognak kapni. Hogyan lehet egyébként egy új évad összeállításánál figyelni, vagy nyomon követni a nézői igényeket? Természetesen van a színháznak egy profilja, minden vidéki színháznak van egy profilja, és ebben benne van az, hogy milyen darabokat állítanak színpadra egy-egy évad esetén, de valahogy rugalmasan mégiscsak a helyi viszonyokhoz, vagy a helyi közízléshez is igazodni kell. Nyilván igen, az ember mindig figyeli az előző évadnak a visszajelzéseit, azt azért lehet látni, meg főleg egy ilyen kisebb városban, mondjuk Budapesthez képest elég gyorsan azért a nézői reakciók, meg a városban élőknek és a színházba járóknak a reakció szerintem elég gyorsan eljutnak a színházhoz. Lehet is látni, hogy aztán hogy látogatják az előadásokat, melyik előadásnak lesz jobb híre, melyiknek kevésbé. És egy nyilvánvaló az ma egy általános jelenség, hogy az emberek, amikor színházba mennek, elsősorban szórakozni szeretnének. Az egy nagy kihívás ezen belül, hogy valóban, hogy Robi is mondta, hogy színvonalas előadásokat nyújtsunk, illetve az már szerintem mindig egy adott színház feladata, hogy megmutassa a nézőknek azt, hogy mondjuk például a televízióval ellentétben nagyon sokféle módon lehet szórakoztatni, és egészen izgalmas és elgondolkodtató módon is, tehát szerintem akkor csinálja jól az ember a dolgát, hogyha nagyon széles palettát kínál fel, amelyben mindenki megtalálja az ízlésének valót, és én azt gondolom, hogy egy előadásra még soha nem volt baj, ha jó erős személyiségű színházba vonzó színészek játszottak benne, és nívósan volt megcsinálva egy előadás. Tehát én nagyon szeretek egy operettet, mondjuk, ha az úgy van kiállítva, és gondolt róla valamit a rendező, és nagyon tudok unni egy úgynevezett művészi előadást, hogyha nincs benne igazából rendezői gondolat. Tehát szerintem valóban a színvonalas, gondolkodó érzékeny, és a mindennapokra reflektáló előadásokra van elsősorban igény, abban nem szokott csalódni a néző.
Ebben a beszélgetésben nem tudunk kitérni arra, hogy az évad végeztével a nyár és a Vidor Fesztivál az idén hogyan alakul, az majd egy következő beszélgetésnek a témája lesz. Minden esetre látom, hogy egy nagyon határozott irányvonalat vett fel a színház ebben az évadban is, és a következő évadban is. Jó munkát kívánunk Önöknek, köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk. Mi is köszönjük szépen.